Na, sziasztok mindenki, Marci vagyok. A mai egy ilyen megköszönő videó lesz, kaptam néhány cuccot. A műhelybe, meg a YouTube csatornámnak a fejlődése céljából. Amiket szívesen fogadom ezeket az ilyen dolgokat. Amellett, hogy megköszönöm, meg megmutatom nektek azt, hogy miket kaptam. Milyen felajánlásokat kaptam a műhelybe, meg a csatornával kapcsolatban. Csináltam én egy videót a túloldat, úgyhogy összeraktam a T2-est, összelegóztam, ideiglenesen felrögzítettem, és akkor azokat vartam, a belső küszöböt szépen levartam, fixre, meg az első emelőpontot. Hát volt hang is, hát összeállítottam egy szép, egy jó kis videót hanganyaggal, mindennel, csak hát ez a technika ördöge megtréfált, és a hangot a felvevő eszközöm, a telefon nem rögzítette a hangot, és akkor szembesültem már vele, amikor vágtam volna meg a videót, úgyhogy ebből csak egy ilyen klipet kaptok majd a túloldalt a hegesztésből, mert azt szerettem volna, legyen egy hangú, ne csak erről szóljon a videó, ne csak egy töltelék videó legyen, hanem akkor legyen egy értelmes dolog is, hogy felrakom a belső küszöböt, meg az első emelési pontot, de hát sajnos ez így alakult hang nélkül. Majd egy videóklippel, majd valami zenét alá rakok, vagy valami ilyesmi, hogy akkor aki gondolja, az megnézheti, meríthet belőle ötletet, meg inspirációt. Úgyhogy akkor nézzük meg a klippet először.
Na hát akkor meg is mutatom, hogy ezután a kis klip után, hogy felraktam a belső küszöbet, akkor meg is mutatom nektek, hogy miket kaptam. Hát elsőképpen kaptam ezt a satut, jó kis magyar satu. Ez már nem ropi satu, nem fog ropira törni. Ez egy jó kis békebeli, ez a MS-2094-es. Ez egy 120-as befogó pofával rendelkező, jó kis masszív békebeli satu. Ez nagyon szuper lesz itt a műhelyben, ez a műhelynek egy éke lesz. A ropi satut pedig elraktam rosszabb időkre, a tartaléknak vissza a dobozába. Kaptam egy ilyen hama állványt is, ilyen kis, egy fasza kis profi állvány. Már ez már nem az az állvány, amit használtam állványt, az egy szemléltető táblának a tartó állványa volt. De ez már egy professzionálisabb állvány lesz. Ez már egy profi állvány. Hát ez már egy ilyen komolyabb technika lesz már, ezzel már fogok tudni jobb minőségű felvételeket készíteni. Ugye kaptam még ezt a mikrofont is, amit nagyon szépen köszönök, ezt pont szerettem volna venni. Egy ilyen hangrögzítőt, ilyen kis csiptető mikrofont, de hála a felajánlónak kaptam ebből, kettő darabot kaptam. Egy nekem, egy meg majd Katának, ha majd vendég szerepel, majd a műsoromba esetleg majd idővel. Úgyhogy kaptam még, ezt ide félreteszem, úgyhogy kaptam még ilyen egy akciókamerát. Ez egy ilyen SJ-kem, ezt lehet webkamerának is használni, ez ilyen wifi-s téma. Majd idővel, hogyha majd kiépítésre kerül, még mindig nem került kiépítésre itt az internet a műhelybe, de idővel majd, ha kiépítésre kerül, akkor szerintem ezt fogom használni ilyen webkamerának, majd a live-olásokhoz. Hát meg kaptam hozzá mindenféle ilyen kiegészítőket. Itt a másik mikrofon is, a Kata mikrofonja. Majd ugyebár van hozzá egy ilyen külső töltő, még egy aksi, két aksi van hozzá, hát a töltője, hát ilyen mindenféle tartozékok, eszközök vannak hozzá, amik általában kellenek egy ilyen akciókamerához, a rögzítéséhez, töltőkábel, meg ilyesmi. Meg kaptam még egy érdekes dolgot, ez is jó lesz a YouTube csatornának a fejlődése szempontjából, úgyhogy gyere, ezt is nézzük meg. Mutasd meg a tévénézőknek egy Hero-t. Megfelelő csomagolásában. Hát ez egy GoPro Hero. Ezzel volt rögzítve, ezzel a Hero-val volt rögzítve a belső küszöbnek a felrögzítése, meg az emelőpontnak a felrögzítése. Csak ugyebár úgy, mint minden akciókamerának, ennek is elég rossz a hangminősége, ezért szerettem volna felvenni külső mikrofonnal, a csiptetőssel, csak hát a telefont, amit használtam, valami oknál fogva nem rögzítette a hangot. Úgyhogy lesz most már akciózni a műhelyben, lesz akció bőven, meg a rögzítésére akciókamera is. Úgyhogy hát ez a videó ez erről szólt volna. Nem tudom, mert nem is kérdeztem meg, hogy mondhatom-e a nevet annak, aki esetleg aki ezeket felajánlottam, a két ember ajánlotta fel ezeket a dolgokat, két nézőm, két nagyon kedves nézőm ajánlotta fel ezeket a dolgokat. Annyit elárulhatok mind a két kedves nézőmnek az a keresztneve ugyanaz végül is, de akik ezt felajánlották, ők tudják a monitor előtt, hogy kikről van szó. Nagyon szépen köszönöm nektek innen is. Úgyhogy hát a mai videó az ennyi lett volna, ha tetszett, akkor lájkolt, ha nem tetszett, akkor iratkozz le. Ez jó, ez szuper. Na még egyszer, ha tetszett, lájkolt, ha nem tetszett, diszlájkolt. Meg ha gondoljátok, iratkozzatok fel. Hál' Isten, már gyűlünk, majd fogok csinálni egy köszönő videót is, 3000-nél csinálok egy köszönő videót is. Úgyhogy megpróbálom azt valami. Hát ha lesz
valami kitalálok valami jó kis témát a 3000. videómra, amikor a 3000-es feliratkozós megköszönésem lesz. Megköszönök a köszönő videó. Arra majd megpróbálok valami kis különlegességet összehozni, hogy gyártással kapcsolatban, vagy valami jó kis témát. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet nektek, meg a felajánlást is. Sziasztok!